Sziasztok, szép jó reggelt! Jó reggelt, ez annál is inkább, hiszen itt tartok a kezembe egy könyvet, ami arról szól, jobban mondva ennek az a címe, a mezei erdei virágok gyümölcsök gyógyító hatása. Kedves Krisztián, te vagy a könyvíró, hogy jött ez az ötleted? Az ötlet az úgy jött, hogy mi már több éve mezei erdei virágokból, gyümölcsökből készítünk kézmes szörpöket és lekvárokat. És ugye tehát egy ide után ugye elkezdtem rajta gondolkodni, hogy bizony ezeknek nagyon sok jótékony hatása van az egészség megőrzés szempontjából, vagy akár a megromlott egészségi állapot javítása szempontjából, de pusztán abban a vonatkozásban, hogy az emberek egészségesen táplálkozzanak. Ugye utána kezdtem nézni, és amikor megnéztem, hogy tehát csupán azokat a virágokat, gyümölcsöket néztem meg, amikből mi termékeket készítünk, egy-két kivételt eltekintve, és amikor megláttam, hogy ezeknek milyen félelmetesen jó hatása van az egészség megőrzése az embereknél, gyakorlatilag akkor jött az ötlet, hogy bizony fontos lenne ebből könyvet is írni. Természetszerető emberként jött az ötlet bizonyára, hiszen hogyha ez nem lenne, akkor nem írtál volna erről. Igen, hát mind a ketten szeretnénk természetbe kirándulni, és sétálni, és akkor is, ha éppen nem gyűjtünk, csak azért... Ez a mind a ketten, bocsáss meg, hogy a szavadba vágok, ez a mind a ketten, ő Takács Brigitta a párod, aki szerkesztője is volt a könyvnek, vagy ő fejezte be a munkálatokat, ha jól tudom. Igen, nagyon nagy érdem el neki, hogy ugye én amikor elkészítettem a könyvet, ő ezt nagyon szépen ugye letisztázta, ami... Tehát úgy megformázta a könyvet képekkel, és ő látta a tartalomérzéket, és ő készítette. Tehát amit azt a sok dicséretet, hogy beszoktam szerezni az emberektől, ebben nagyon komoly érdeme van. De örülök. Tehát erre mondjuk azt, hogy minden sikeres ember mögött ott van egy nő a háttérben, aki úgy teszi a dolgát. Egy művilágot teremtve próbálnak az emberek élni. Mi a véleményed erről? Hiszen csak a komfortot nézik. Ugye nagyon a most a jelenlegi világban talán egyik legnagyobb probléma, hogy a Földet sajnos hát az emberiség elég szépen teszi tönkre. Tehát ugye a vizeinket elszennyezik, ugye szintén a levegőt is tönkre tesszük, hát a növényvilágot is károsítjuk, hát kivágjuk a fákat. És hát jelen pillanatban ez az irány ugye nagyon rossz irányba mutat. Hát minden országban, ha megtették, akár központi irányításban, vagy akár csak úgy, az ember saját maguk, ha mondjuk minden ember csak egy fát ültetne el, hát akkor el lehetne képzelni, hogy mennyivel hozzájárulna ahhoz, hogy egy egészségesebb módot élhessünk. Amit mi látunk, hogy nagyon sok természet szerető ember van, de az emberek nagyon sokan viszont elfordultak a természettől, tehát hogy kiszakadtak belőle. Igazából jelenlegi helyzetben is van, hogy van egy nagyon, nagyon komoly orvostudomány van, azzal nincs is semmi probléma, mert az embereknek segít abban, hogy egészségesebben éljenek. Viszont azért nem ártana meghallgatni a természetgyógyászatot, meg odafigyelni a természetre is, mert akkor bizony nagyon, nagyon fontos dolgokra rájönnének megint az emberek. Az a legnagyobb baj, hogy megszakadt a természettel való egység, ez a szimbiózis, akkor teljesen elszakadtak ugye az emberek a természettől. Igen, ahogy szokták mondani, fűben, fában ott az orvosság, ezt a régiek is ezt mondták. Én emlékszem, gyerekként édesapámmal túráztunk, közben szedret, szamócát, vadkört étettünk, és mindig mesélt arról, hogy ennek mi a hatása, annak mi a hatása, ez milyen gyógynövény, az milyen gyógynövény, és én ezt a mai napig tudom alkalmazni abban az időszakban, amikor mondjuk egy kicsit gyengébb vagyok, vagy más gyengébb, tehát tanácsként tudom adni. Igen, ami nyugat-európai országban van ennek hagyománya, hogy nagyon komoly természetgyógyász szervezetek vannak, ezt a Magyarország legnagyobb gyógyítójától, Szabó Gyurácsitól tudjuk, hogy be Ausztriában nagyon komoly természetgyógyász szervezet van. Igazából arra szokott ugye utalni, hogy van Magyarországon, hát igen, Magyarországon van egy gyógyító, illetve még Erdélyben egy. Tehát
Itt is talán jó lenne, hogyha egy nagyon erős természetgyógyász szervezetet lehetne kialakítani, illetve az emberek figyelmét felhívni arra, hogy a természetnek a természet szeretete lenne egy nagyon fontos. Tehát azzal kell És kezdeni. az ereje, így van. És hagyjuk szóhoz jutni Takács Brigittát is, ha kérhetem. Neked, Krisztián, nagyon-nagyon köszönöm, és szerintem hamarosan folytatjuk. Viszont hallgassuk most Brigitt. Hát akkor jó napot üdvözlök. Szia, kedves Brigi! Mennyire volt nehéz a legvégén, úgymond lesimítani, letisztítani ezt a könyv befejezését? Hát ez idő, ez rengeteg idő, inkább így mondanám. Ő azt gondolja, mármint Páram, Krisztián, hogy ez 2 perc alatt megvan, de sajnos ez nem így van. Jó párszor el kell olvasni, át kell olvasni az egész történetet, illetve az egész könyvet is, hogy azért kicsit kerekebb legyen. Olyan, hogy nagyon-nagyon sokszor ismétli magát, feleslegesen. Hát a lényeg az mindegyikben benne van, nem kell annyiszor ezt elismételgetni. Tehát akkor ez volt a te munkád benne. De gondolom, te is természetjáró ember vagy, és együtt jöttök, mentek mindenfelé, és beszéltek arról, hogy mennyire van esély arra, hogy a Földet egyáltalán rendbe tudjuk-e még tenni. Hát erre inkább csak remény van. Egyelőre. Remény, meg a szándék, gondolom. Igen. Egyre többen visszatérnek a természethez. Azért elég sokan most már úgy hallom, és hát látom is a környezetemben, hogy többen kiköltöznek kertesházba, vagy falura. Így van, a városokból menekülnek ki, úgymond, igen. Igen, és hát ezért reménykedem benne, hogy ennek lesz is hatása a környezetre, a természetre. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy az embernek igénye van arra, hogy egy kicsit el tudjon csendesedni, és arra a szépségre, amit a természet, az erdők, a füvek, fák, növények, virágok és az állatok adnak. Én remélem, hogy ez így is marad. Neked is köszönöm, Brigi, hogy lehetővé tetted azt, hogy beszélgessünk, és neked ugyanazt elmondom, hamarosan találkozunk. Köszönöm, sziasztok!